Kedves barátaim! Több mint 20 éve vagyok fővárosi képviselő. Az mindig igaz volt, hogy kormányok mehettek és jöhettek, a fővárosi városvezetés mindig a budapesti érdekeknek akart megfelelni. Nem a kormánynak, nem egyetlen pártnak, és legfőképpen nem a miniszterelnöknek. Kedves barátaim, az a Budapest mára elmúlt, az a Budapest szétesett. A kormány az elmúlt 7 évben komoly büntetőpolitikát folytatott a főváros ellen. Budapest lett a bűnös város, aminek meg lehetett felezni a költségvetését, aztán el lehetett venni a jogait és mindenét. Az sem baj, ha nincs pénz a szemétszállításra, és az sem baj, ha nincs pénz a sofőrök fizetésére. És hol volt eközben a főpolgármester? Az ellenzékiek sértegetésével vezette le a budapestiek elárulása miatt felgyülemlett feszültségét. Mint a marionett bábú, aki nem akar tudomást venni a végtagjaira szerelt madzagokról, ezért mindenkire haragszik, aki felhívta rá a figyelmet. Közben Budapestre is betette a lábát a fideszes térkőmaffia, hiszen Tarlós István gondos kezei terítettek a korrupciónak vörös szőnyeget. Megújuló Városliget. Csak nem a városnak újul meg, és nem lesz többé liget. Ha valakinek nem tetszik, nyugodtan küzdjön meg a kivezényelt kopaszokkal. Mobil gát a római partra. Csak akkor, ha a fideszes vállalkozók szája íze szerint épül. Nehogy már az ott élők akarják meghatározni, hogy hogyan és milyen környezetben élik le hátralévő életüket. Közben közellenség lett a zöld területből, a fákból és mindenből, ami útjába van a térkőnek. Így működik ma a főváros. Az a Budapest, amiről a budapestiek dönthettek, mára már szétesett. Ez történt a 3-as metróval is. Az Orbán-Tarlós tandem annyiért újítatta fel a metróroncsainkat, amennyiért légkondicionált metrót is vehettünk volna. Az új kocsik csak két dologra nem képesek. Kinyitni az ajtókat, meg becsukni az ajtókat. Szerencsére gyorsan kiderült, hogy nem Tarlós és a főnöke a hibás, hanem sátáni erők rontottak Budapestre, Soros György által faragott fakockák képében. Talán nem kellett volna rózsafüzér nélküli metrókat rendelni. A felújítás miatt most már legalább rövidebb szakaszon jár a félelemjárat. A mozgássérültek, az idősek persze akkor sem fogják használni, ha felújítottuk, mert az akadálymentesítés nem volt szempont. Kimondhatjuk tehát, hogy a budapesti közlekedés is szétesett. És mi a helyzet az autósokkal? Talán még mindig 50 ezeret fizetnének egy-egy szerencsétlen kanyarért, ha Tarlós István felesége nem fut bele a fideszes kerületek pénzbehajtó akciójába. A főpolgármestert egészen addig nem zavarták az abszurd büntetések, amíg nem a saját családi kasszáját terhelték. A pénzbehajtás persze nem áll meg a motor leállításával. Bizonyos kerületekben a parkolásból úri hóbort lett, hiszen ma már többet fizetnek parkolásért sok helyen az autósok, mint a tankolásért. Ha pedig nem tetszik, akkor marad a dugó vagy a tömegközlekedés. Kimondhatjuk, hogy a budapesti parkolási rendszer is szétesett. De nem szabad csak Budapesttel foglalkoznunk. Nem véletlenül vagyunk itt Salgótarjánban. A felsoroltak ugyanis nem csak budapesti problémák, a magyar vidék is tudna mesélni. Amíg Budapest azzal szenved, hogy nincs elég buszsofőr, a magyar vidék azzal, hogy nem is jár a busz, vagy csak naponta egyszer-kétszer. Ahogy a főpolgármester a fővárost, a vidéket, a helyi kis királyok tartják a kezükben. Fejlesztések? Csak akkor, ha az állampárt valamelyik vállalkozójának kell milliárdokat juttatni. Nem baj, ha sötétebb van a közvilágítás fejlesztés után, a lényeg, hogy a miniszterelnök veje ki legyen fizetve. Nem baj, ha a falunak csak egy kilátóra lenne szüksége. 11-et építünk, mert éppen 11-szer többet lehet kifizetni a fideszes haveroknak. Kedves barátaim, a vidékfejlesztés és a magyar vidék is szétesett, ahogy egész Magyarország szétesett. Mi azért készítettük el a Sokak Magyarországa programját, és azért indulunk jövőre a választásokon,
hogy összehozzuk Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattatok.